Sziasztok, én Laki vagyok, és érkeztünk a következő Minecraft Hardcore videónkhoz. Itt hagytuk abba az előző rész végén, hogy, e, hogy egy kifejezetten nem ismerős. vasát. jó, voltunk már itt egyszer, de hát se tudja már, hogy amúgy mikor meg, hogy merre kellett elindulni. Szóval spawnunkon vagyunk, mert szétszettük az ágyunkat, és... És hát nincs vasát, mindegy, akkor gyűjtök virágokat, és akkor elkezdjük előről megint a bázisépítést, meg a va vasforma építést. SZÁJK! nem ám, vicceltem, én vagyok a legjobb viccmester a világon. Ö, amit fogunk csinálni, az nem tudom, miért gyűjtöttem virágokat. vissza kell találnunk. Megnéztem, nagyjából mínusz 5800 és 5000 az irány, vagy hát a, a koordináta, ahova mennünk kell, az, az kö, kökemény 5000 blokk minden irányba. Az, azt mondja, ha mínusz 5000, 5000 akkor arra, és mínusz 5000 akkor arra. Így van. Arra kell mennem, srácok, nagyon sokat. És hát nyilván, nektek ezt nem fogom megmutatni. Azt mondja, mindössze 5000, az meg fölfelé kell menni. Jó, akkor elvileg jó irányba megyünk. Ez, ez milyen irány, az én megnézem. Délnyugat. Délnyugat irányba kell mennem. Hál' Istennek, kajám azért van, meg van már egy flémes, uh, fájérespektes kardom. Szóval, igazából semmi probléma nem lesz. Ez csak egy időigényes túra lesz. Nektek nem folyán sokáig tartod? de amúgy erre a helyre még emlékszem. Tehát az első részből még te teljesen bennem van, hogy ide följöttünk, itt uh, valahol itt sütöttem ki az első, vagy ott, ott sütöttem ki valahol az első kajámat, vagy az első vasomat, nem tudom már pontosan, mindegy. Vált már lehet, vágnom kell, hogy legyen csónakom, meg ilyesmi, ágyam nincs, az kicsit problémás lehet, de szerintem már fel vagyunk úgy fegyverkezve, hogy hogy pár éjszakát azért a vadonban túl tudjak élni. Oké, okay, srácok, én megyek, és ti meg szurkoljatok, hogy a következő vágástál ne az legyen, hogy hogy, hogy meghaltam. <laughs> Viszont az jutott eszembe, hogy ölök egy-két creepert itt az úton, amíg hazafelé megyünk, és csecsa, nem fészte tőlem? De, jó. Csak laggoltunk. Uh, ha látok egy-két creepert, akkor azokat megölöm igazából. Csak azért, mert akkor tudunk csinálni. Ugye még... Uh, amúgy ott van egy ány nyilván, most tudnék alulni, de, de úgy vagyok, hogy jól ózok, mert... Na, igen, kell a creeper, kell a, a por. A puskapor. Hogy tudjunk csinálni majd még tűzijátékot, szóval... -e? Szóval, ja, egy-kettőt majd még megölünk út közben. Ó, oh, és már most megtámadtak a... Ezek a szemétládák. Oh, azt hittem, hogy majd csak késő fognak jönni, mert uh, nem hittem volna, hogy már anya álmatlan éjszakán van. Szóval így, így azért most egy kicsit izgalmasabb lett itt a csata, akkor ezt nektek gyorsan megmutatom, hogy nem. hát csak egy darab jött szóval. Annyira az izgalmas vér sem lesz. Igaz, hogy most nagyon sok ilyen mobiár árkál, de. túléljük, túléljük ezeket. Igen, kicsit azért koncentrálok. Öö, jöjjön az a fantom, jöhetne. Támadj meg, tesó, hol vagy? Ott vagy. Gyere, támadj meg. Gyere! Most itt nincsenek nincs, nincs itt a többiek, most megtámadhatna. Na, nem. Jó, mindegy. Hát akkor én megyek tovább, aztán majd csak utána jön. Nagyon sok creeper van amúgy. Amit látjátok, már öö, 26 Uh, 27 puskapornál járunk, ami egyáltalán nem rossz. Uh, Ebben már azért lehet sem bőven. Szóval szerintem én most ki is vágok egy fát, hogy töltseni crafting table utána pedig uh, utána pedig onnan szedek homokot és akkor repülök, mert uh, minek, minek mennék lábon, hogyha van ennél egy kényelmesebb megoldás is. Ja, hülye, Jézusom, de hülye vagyok. Hát nekem nem homok kell, nem TNT-t akarok csinálni, hanem... Ah, hanem cukornát kell nekem. Jó, hát cukornárból pedig nem tudom, hogy fogunk -e tudni gyűjteni annyit, amennyi kell nekünk. én szóval, hát... Uh... Jó, hát ezekkel kicsit tovább fog tartani. Na mindegy, van már kettő. Aha, három fantom, zsír. Aha, egyiket kicsit találtam. Na akkor leszedjük őket. Jó, megöltem mindegyiket. Ennyi, ennyi. Remélem, membránt is dobott. Oké, okay, ez dobott. És a harmadik. A harmadik is dobott. Három membránt sikerült hirtelen gyűjteni. Szuper! Ú, mennyi cukornád van ott, zsír, nagyon jó, meg mennyi creeper, én nem tudom, hogy tényleg mi van most a játéka, meghallotta, hogy creeperek kellenek, vagy én nem tudom, de... De adja, adja rendesen, az nem menekülj, Te is meghalsz, ez az, és, és, és még mindig csak creeperek spawnolnak, azt a becsárját. Jó, nem semmi, nem semmi ez most. Beléd lőttem hogy itt igaz? Akkor te meghalsz, így van. Te még nem. Uff. Opa, pa Jó, oké. Okay. Ez az. És akkor most már mindegyik egy ütés elvileg. Így van. Így van, simába lehozzuk srácok. És akkor cukornád, bám, bám. Nagyon jó. Itt is van. Ez az. Jó, ja. na jól van, feljön a nap közben, szóval én uh, szerintem ez az este alatt ugye sikerült gyűjteni 58 puskaport, illetve 22 cukornádat, cukorná, sőt még van itt még cukornád, kérem szépen, um, szóval szerintem én most akkor lekraftolom a tűzjátékot, és akkor azzal megpróbálok szépen uh, eljutni a kis házikomba. Elég messze vagyunk még, szóval nem tudom, hogy elég lesz de mindenképpen nagy segítség lesz ebben, biztos vagyok. Feljövök ide egy kicsit magaslati pontra. Tökéletes. Azt mondja, hogy akkor nekem szükségem lesz, ugye, papírra. Annyit, hát ez ez nem olyan sok. Nem is így kell craftolni, hanem így. Ez így, azért lesz, ez így. Aha, 41, meg 64, oké. Okay. Ez itt teljesen korrekt szerintem. Akkor e, azt mondja, hogy még, még azért látjátok, hogy jó sokat kell mennünk. Ott végig amúgy van még cukornád, de most szerintem elhasználom az összes tűzi is legalábbis e, amennyit tudok, hogy hazajussunk. E, Fel nincs van az elitra, felrakjuk, ez az. És akkor let's go, srácok. Hoppácska, micsoda gyönyörű látvány fogad itt minket. Visszaértünk, és nem is tartott olyan nagyon-nagyon sokáig, ám így repülve azért tényleg, tényleg, elég egyszerű. Ki is tartott a Fireworks, szóval minden Stimt, És itt miközben jöttünk, én azon gondolkodtam, hogy egy automata rendszert kéne építenünk, egy automata cukornád farmot ráadásul, ami szerintem nem lehet olyan bonyolult amúgy. Tehát, ahogy uh, én elképzelem, egy-két obzervet lerakok, hogyha nő, akkor üt a piston és akkor leviszi, vagy valami ilyesmi mechanika lehet mögötte, de azért utána nézek, utána olvasok, hogy pontosan hogy szokták ezt, valamint a közeljövőben jó lenne építeni egy monster trappet is, ahol összegyűjtjük ugye a, a szörnyek által uh, dobott dolgokat, mint például a creeper a Gunpowder. Szóval, hát nem tudom, ezek a projektek vannak jelenleg a tervemben. És ahogy láttam, írtam aki hozzászólásban, hogy minden akarok falat abba belekezdeni, amikor még uh, meg se csináltam a hidat. Igaz, hogy nem csináltam meg a hidnak a tetejét, de szerintem én ezt már így fogom hagyni, mert nekem amúgy így tetszik. Tehát, hogy uh, megtetszett valamilyen oknál fogva. És most eszembe, hogy nekem jó lenne egy kis spurs uh, fa. Szóval gyorsan felrepülünk a hegy tetejére, hiszen ott vannak ilyen fenyvesek Szuper Azért, mert uh, ebből a fofajtából fogom megcsinálni. Ah. Ebből a fofajtából fogom megcsinálni az ágyamat. Igen, néztem egy uh, ágy dizájnt Youtube-on, és hát igazából a legelső, ami szembe jut, azt fog megcsinálni, szóval olyan sokat nem keresgéltem, azt, azt, azt hozzáteszem, de de úgy szerintem nem lesz olyan csúnya, tehát, hogy jobb lesz, mint a semmi, ennyi biztos. Ebben biztos vagyok, srácok, remélem, nektek is tetszeni fog, utána, amikor nem érem el a fa tetejét, de ah, és most meg ott nem esik le. Jó, megvan, szuper. Ö, viszont hogy vihennénk Facsémettét, ezt akartam mondani. Uh, Oké, okay, van már egy. Ezek nem kellenek, lerakom. És itt van még egy fa, amit Oh, Fú, egy kicsit veszélyes volt ez a gyors repülés, de megúsztuk. Jó, itt is vannak facsémették. Jó, ennyi most egyelőre, elég lesz, mert. És ez az azért, azért olyan hiány, mint mondjuk a sötét tölgybőr hogy itt azért vigyázni kell, hogy tényleg essen belőle szepling, meg ilyesmi. Na, dear, ez fájt. Oké, okay. szóval, megcsináljuk az ágyat, srácok. Van-e nálam? Talán van. Annyi virág, hogy már akarok majd egy kis diszítést is majd rá. Nézzük meg, hogy állunk itt, még működik-e a dolog. Reméljük, működik még. Hát srácok, én most vártam itt egy picit. Nagyjából egy olyan percet szerintem, vagy nem tudom. És nem igen spannolt be új vasgólem. És most egy kicsit félek, hogy kívülre spannolt be egy. Itt egy cica, mi a franc? Kicsit most félek, hogy kívülre spannolt be egy és azért, azért nem. De itt nem látok. Itt nincs vasgólem. Akkor lehet, hogy csak keveset vártam, és mondjuk összeszinkronizált a kettő ágy. És... És kicsit ugye ilyenkor többet kell várnom, mikor egyszerre kettő spannol, vajon? Mert itt nincsen. Itt biztos, hogy nincsen. Jó. Hú, ez már egy jó jel, ennek örülök. Akkor menjünk vissza, nézzük meg még egyszer, hogy milyen helyzet. Valamiért nem működik. Valamiért nem működik, és jó lenne benézni, hogy miért nem. Uh, szóval, szerintem be is fogunk nézni, egy kicsit arra megyünk mondjuk itt. Itt mondjuk a víz ki fog fólni, szóval kicsit óvatosan. Így, oké. Okay. A zombi a helyén van, ez tuti. A zombi a helyén van, ez oké. Okay. Ah, hogy menjek fel oda. Uh, teszek ide egy ilyet. És hát valahogyan megpróbálok felrepülni. Ez az. Oké. Okay. Szóval ott is vannak. Itt is vannak. Zombi helyén van. Ennek működnie kéne, ha csak benne spannol tényleg valahova egy Iron Golem, ahol ahol nem látok. Valamiért nem működik a dolog, mindegy, alszunk egyet, és megnézzük, hogy Hát ha rendbe jött. Hát ha csak valamilyen uh, rövid zárat volt a spannolásukban, én nem tudom őszintén szólva hogy mi lehet a probléma. Kéne egy ágyikó. már fenn van. Felvittem már, ugye? Aha, hát ez az gyönyörű ágy, hát ez. Nem ilyen lesz, nem ilyen lesz majd, hogyha elkészül az új. Oké. Okay. És hát menjünk vissza ide le. Működik! Jó! Csak akkor. Vagy az nem tudom, olyan másodpercekben nem voltam csak itt, amikor nem működött. De működik, jó. Már meg lesz a harmadik stack is lassan, sőt meg is van. Hú, jó, mindenki nyugodjon meg. Működik, jó. És akkor most megcsinálom az ágyunkat. Most megcsinálom az ágyunkat, ahhoz kellni fog nekem... Uh, ugye ez a fa. Kellén fog nekem piros festék, amit ebből fogunk kinyerni, mert piros uh, takarós ágyat szeretnék majd. Ezeket szétcsapjuk. És kellén fog még nekem... Uh, Android. Endrod, azt hiszem, az a neve. Most most eszembe van, hogy szétütöttem az ágy ágyamat, szóval nem szabad el. Nem szabad majd átmenni az Endbe amíg nem aludtunk, jó, és akkor spurs átalakítjuk, és azt mondja, hogy ebből jobb marad, hát de félblokkok -ok fognak kelleni őszintén szólva, így mondjuk, szuper, és akkor Blaze Road, én, a, nem, Endrod, itt vannak, szuper, szerintem ennyi, meg majd izék kellenek majd még ilyen item frame szerintem, de az még egy kicsit uh, ráér, mondjuk legyen valahol itt mondjuk, így szépen okosan, és akkor itt kettő... nem, itt egy. Így cak, cek, 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 Nem egy bonyolult szerkezet lesz ez. Abban biztosak lehettek. Ami már azért látszik is szerintem, hogy kb mit akarok csinálni. Ó, és pont annyi félbokkot csináltam, amennyi kell. Igaz, hogy a blokkok helyére is félbakokat használtam, de. Ez egy vin. Oké, okay, így. És szerintem ez lesz így az ágyunk, bár mondjuk ide még jöhetne fél blokk, nem? Jöjjön ide még fél blokk. Vagy kellenek ide a fél blokkok? Hát ezek a lagok hihetetlenek. Kellenek a fél blokkok ide oldalra mindenképpen, ide hátulra nem tudom, hogy rakjak-e. Szavazzátok meg srácok, hogy rakjak-e ide meg kettő item frame vagy inkább rakjak egy festéket? Inkább rakok egy kettő széles festéket oda. Mit szóltok? Azt nem tudom, hogy hogy kell festményt csinálni. Egy darab vul kell középre, és bottal kell körbe rakni. Uh, hát, csinálok botot még, mert... mert miért ne? Bam. Boom. Oké, okay, itt van a painting, és egy kettőszéles, egymagas egy magas paintinget ide becsapunk. Tökéletes. Szerintem az így tök jó. Figyelj, most ne várjátok tényleg olyan nagy-nagy dolgot, de Ja, ez egy korrekt, szerintem. Oké, okay. és akkor most próbáljunk meg azon, arra koncentrálni, hogy megcsináljuk a az automata cukornád farmunkat. Szóval találtam többfajta ilyen cukornád farmot is. Szevasz bőskös, ma. Viszont hát vannak bonyolultabb, meg vannak egyszerűbb megoldások is. Én úgy döntöttem, hogy az egyszerűbbet fogom választani. Uh, mindenképpen, ahogy gondoltam, kell hogy fog nekünk Observer. Az Observerhez meg nekünk kell uh, Cubblestone, amiből, amiből, most nem igen van. Szóval én egyelőre uh, gyorsan rendet rakok az inventory-ba, aztán lemények egy kis cubblestone ért Rapszolgáim, megvagytok, megvagytok szépen okos, te vattok, csak okosan mindenki, vigyázzon egymással, légy szíves. Hoppá! Bam. Jó annyira király az a, ez a pálya. nekem nagyon tetszik ez a pálya, hogy nagyon jól állunk vele. És ezért nagyon jól tetszik. Oké, okay. itt hát szép kábelsztónokat tudunk gyűjteni ezen a részen. Gyakorlatilag sokkal többet érnek ezek a kábelsztónok, amik ö, itt állhatóak meg ezen a déli szakaszon a bányának, mert itt több a kristályosodás és a, a szén oxidálása. Jó, mindegy, hogy ez teljesen felesleges duma. Let's go. Úgyis tudjátok, hogy értek a bányászáshoz, tehát nem, nem kell ezzel foglalkozni. Jó, szóval gyűjtöttünk egy kis uh, cobblestone, nem tudom, hogy mondjuk elég lesz-e, mert 6 darab kell egyhez. Kell redstone, illetve quartz, hogy fogtam meg úgyhogy még épp csak nyitottam, nem tudom. Azt mondja, hogy cák-cák, ezzel 6-ot fogok tudni csinálni, hát lejjen 6, vagy le, nem tudom. Lemegyek még, lemegyek még, de ezt nektek kívánom. Jó, tehát gyorsan csináljunk még párat. Ugye ez attól függ, hogy mennyit csinálunk, hogy ö, milyen hosszú legyen a, a... maga... a farmunk. Hát nem tudom, lehet egy olyan... 11, lehet 11, megpróbáljuk ennyivel, aztán hogyha mondjuk ö, kevés lesz, akkor majd még bővítünk rajta. Szerintem. És akkor kellene hogy fog nekem még pisztom, Uh, ráadásul ugyanannyi, amennyi observer, tehát ezeket is gyorsan lekraftoljuk. Ugye kell hozzá ez, cobblestone, meg uh, mi kell még hozzá? Vas fog kelleni, bizony, 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 vas. Azt mondja, hogy hát, hát nem is tudom, van -e egy kis vasunk, de... Ó, uh, hoppá, meg, megtelik itt uh, szeméttel közben a... A hopper rendszerünk az nem jó, az nem lesz jó, szóval még jó, hogy kivettünk most a Ö, azt mondja, hogy ez ide, ez ide, ezek ide, és ezek ide, így. És akkor kellni fog nekünk még egy bim. Szuper, akkor kellni fog nekünk innen hopper. Ah, kell is, jaj, franc. És megint el kell mennem szerintem fát vágni, mert nem lesz elég fám. Habár, de lehet, hogy lesz, jó van, szuper. Mindenki nyugodjon meg. 8, 9. Hát annyi fog kelni ebből is, sőt, ebből több fog kelleni, mint. mint. ebből. Szóval még csinálni kell. Ez itt 12, ennyi még nem lesz, elég szóval ki fát vágni. Rendben, szóval fa, bin, bom. Szuper. Csak még cseszteket, 15. Ja, akkor 11 lesz úgy, és akkor még négyjel tudom kiább hozni, hogy. Uh... Hm. Jó, szerintem. Szerintem ez így nagyjából korrekt. Fogadjuk el. De vasból még talán kellni fog egy kicsi. Szóval viszek még magammal. Hát ha azt mondja, hogy 9, ez így 64. Ez így 12 egyelőre, akkor még így nem lesz elég azt mondja, egy cák és cák és pum. Szuper, Kemény fog nekem kettő darab redstone blokk. Van redstone, de mindegy. Bam bam. Szuper. És... és hát talán, ugye víz kell még, víz kell még, igen. Meg hát viszek üveget, vagy miből? Hát ja, viszek üveget mondjuk, ennyit. Viszek magammal, mit vigyek még magammal, nem tudom tényleg nem tudom, mit kéne még magammal vinnem, mindegy. Egyelőre ennyi. És akkor víz. Már csak víz. Van -e egy vödör, vödröm, amiben van víz. Megnézem itt a lenti chestben, mert úgy rémlik, mintha itt lett volna olyan, de nincsen. Szóval megfogjuk ezt a vödröt. Mondjuk viszünk kettő vödör vizet. Aztán azzal mindenki boldog lesz. De ki kell mennem vizért, sajnos. Itt valahol közelebb kéne csinálnom egy ilyen végtelen vízforrástól, hova mindig oda tudok menni. De mondjuk ennyit kibírunk. Ennyit azért kibírunk, tegyük hozzá. Innen meg oldalról egy bejáratot kéne valahogyan csinálnom, vagy valami feljárót ide, mert itt mindig körbe kell mennem. Mindegy. Jó. Hát csak az a kérdés, hogy hova csináljuk meg. Én arra gondoltam, Tök jó lenne, hogy itt van ez a cseszt, ami gyűjti a vasat. Kéne egy cseszt mondjuk volva máshova, ami gyűjti a cukornádat. És például... Ide! Ide kell megcsinálni. Mit szólnátok ahhoz, srácok? Szerintem tök jó lenne. Kérdés, hogy elfére itt. Mert ugye itt a bejjel megyünk. Hát itt talán nincsen ott semmi. Tehát. Euh, tehát elvileg elférhet. Kihagyunk egy blokkot, és mondjuk ez a kettő blokk lesz a, a gyűjtőcsest, amiket már nem kraftoltam le, de le tudunk kraftolni pillanatok alatt. És akkor. És akkor van jó jó, rendben. E, van nálam fákja, szóval. Egyelőre, amit csinálni fogok, az kialakítani egy területet. Itt kialakítok egy nagyobb területet, hogy ö, könnyebben dolgozzak majd, és jobban átlássam azt, hogy ö, hova kell mit tennem. Szóval, szóval ezt gyorsan kiásom nektek, aztán, aztán jövök. Jó, tehát tegyük fel, hogy itt lesznek a csesztek. Tehát ebbe megy bele a hopper, és akkor azt mondjuk, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 és 11. Ez pont 11, kérem szépen. Így ez lesz az a sor, amin, amin menni fog egy minecart. Ez kell majd sim meg Powered is. Azt szóval majd megoldjuk okosba szépen, finoman. Mi fog kell lenni? Jó, itt ezt felépítjük. Jó, 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 jó. Szerintem nagyjából jók leszünk így. Talán még egy-egy -e lehetett volna hozni, de így is meg tudjuk oldani. Uh, jó. Akkor hozom a sineket. Nem, előtte... Hát nem tudom. De, de hozom, hozom a dolgokat, amik még kellenek. Jó, tehát lesz itt egy power drill, meg lesz itt egy power drill, és ezeket összeköti sima sín. Sima sín fogja ezeket összekötni szépen okosan, ügyesen. Így van. Pám, pám és bim. Super. Ezeket a power ezek a blokkok fogják szépen áram alá helyezni, és így akkor egymás között ö, tud menni, vagy hát oda-vissza tud menni gyakorlatilag maga a, a minecart. Ha minden igaz, így soha nem áll meg, teszteljük le. Ez mindig, ez, ez így van, ez igaz, hogy hallani fogom. Tehát így, így, ilyen a hangja lesz majd a a cukornát farmunknak. Ez, ez benne van sajnos, de szerintem nem olyan vészes, hogy hogy meg kelljen tőle őrülni. A izé idegesítőbb, a Iron golemek halálozása. Jó, szóval ide jönnek majd szépen blokkok, és uh, ide is sima blokkal uh, azt hiszem itt mögötte felépítjük. Jó, van-e nálam föld? Nincs nálam föld, azt kellene fog pedig. Valahol itt lesz a kijárat, igen. Hozok földet, és uh, ugye hát arra kell majd előtenni a cukornádat, nyilván. Super. Mm. És szerintem úgy nagyjából uh, meg is leszünk, ám. Szerintem, szerintem ezzel elég hamar meg lehet csinálni. Ide fog jönni a föld, ha minden igaz. Most annyi az is ig nem vagy biztos, de, de azt hiszem igen, ide pedig a víz. Ha, ha mindent jól gondolok, akkor ide fog jönni a víz, ha nem jól gondolom, akkor nem. Ilyen egyszerű ez a téma. Akkor majd kijavítjuk, de szerintem ez így lesz. Igaz, hogy most ö, mind a kettő szélére földet raktam, ami remélem nem fog megzavarni, hogy ide kell a cukornádat elültetni. Így, így nőni fog. Biztos nőni fog, ugye? Oké, okay. itt feljebb tudunk-e még menni? Tudunk feljebb menni, szuper. Akkor menjünk csak szépen feljebb. Jó, valamelyik blokk, tehát például ezt a sorblokkot ki kéne cserélni mondjuk majd... Hát nem is tudom, hogy glowstone-ra vagy valami ilyesmire, hogy mindenképpen lejjen annyi... Mm, lejjen annyi fényforrása amennyire szüksége van. Nem szeretném, hogyha mit tudom én, ezért lenne lassabb a farm, vagy ezért nem működne. Szóval, ha is nézzem, van-e glowstone-om. Van 5 darab, de van 10 glowstone dust -om. Jó. Van-e máshol még? Van itt 13, szuper. Nézzük, hogy ebből akkor mennyi fog kijönni. 7. Kivettem azt az 5-öt? Nem, azért mondom, akkor 12. Na, így már ez így elég lesz, és ez így szépen szokos lesz, finom lesz. <laughs> Oké. Okay. És azt mondja, hogy ezeket szépen ide glowstone hogy legyen elég fénye az én kis szukornádomnak. Szuper! És akkor azt mondja, hogy ide fog jönni egy ilyen blokk a vízre. És ide fog jönni a... ez. Nem tudom így lerakni sajnos. A piston. Ba! És akkor erre fognak jönni az observerek. És az observereket így kell lerakni, ha minden igaz, hogy hátrafelé lejön a piros, piros dolog. Ez az. És talán még egy blokk, amire csak restont kell rakni szerintem, és, és ennyi lesz. Tudtommal ennyi lesz az egész. Szerintem kész. Szerintem kész van, itt lezárjuk. Így. Eh, szuper. Rá kéne rakni a minecartot mondjuk a témájára. Nem látom át, hogy hol vagyok. Aha. Jó. Most meglököm. Miért nem tudom meglökni? <laughs> Jó, nyilván beszippantotta a hopper. Köszönöm. Kiszedjük. Jó, akkor hát megpróbálom úgy, hogy. Fújt, nagyon gyorsnak kell majd lenni, nem szerintem. Jó. Oké, megy oda-vissza. Most már csak azt kéne megtudni, hogy működik-e maga a rendszer. Okay, ütnek. És elvileg ezeket a blokkokat be kéne gyűjteni a hoppernak. És be is gyűjti, ahogy látom. Oké. Okay. Párat most így megcsináltunk, nézzük meg, hogy minden oké okay se. Na de, de úgy nézem, hogy ez... Ez okésnek okay tűnik nekem egyelőre. Nézzük meg. 8. Kb. Kb. az az korrekt, igen. Jó van. Szuper, működik, működik minden királyul. Akkor már csak annyit kell megcsinálnunk, hogy ide teszünk egy-egy egy csesztet és... És kész. Bám, bám. Elvileg. Elvileg ennyi. Jó, majd uh, itt szerintem afkolok egy kicsit. Megnézem, hogy, hogy tényleg minden rendesen működik-e. Ezeket gyorsan visszarakjuk. Nem vészik itt el semmi. Ide nem, meg nem, most nem, még nem rakom be a cukornádat, mert tényleg meg akarom nézni, hogy alapjáraton, ha megnő magától, akkor működik -e, de amúgy nem látok rá esélyt, hogy nem működjön, mert most előbb leteszteltük. Itt ezt a iszét meg betemettem, mert csak így fért el egy ilyen széles cukornát farm. Szóval srácok, itt működik a dolog. Annyi, hogy ide még talán rakhatnánk uh, ilyen blokkokat. Így kevésbé látni be mögé. Talán valamivel esztétikusabb, ha sokkal nem is, de egy kicsit. Jó, srácok, tehát ez lett volna a mai videó, nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Még itt ö, gyorsan afkolok mondjuk egy pár percet nektek, és ö, utána megnézzük, hogy sikerült-e ott valami, de én elköszönök. Köszi szépen a figyelmet, a tetszett, lájkoljátok, like én Laki voltam, sziasztok!